A szerb nyelvi képzésre Magyar Kanizsa, Zenta, Szabadka, Topolya és Újvidék mellett Óbecsén is sor kerül. A mai tudásszint felmérőt Óbecsén a Petőfi Sándor általános iskolában tartották meg. A Magyar Nemzeti Tanács szervez egy intenzív nyári tanfolyamot, ami illeti a szerb nyelvet. Itten a hangsúly a beszéden van, hogy a tanulók szabaduljanak fel, ami illeti a szerb nyelv beszédet, és azért vagyunk most itt, hogy meglátjuk, hogy a tanulók melyik szinten tudják a nyelvet. A Petőfi iskolában 10 óbecsei és Péter Évei középiskolás jött el felmérni szerb tudások szintjét. A tanfolyamra csak lányok jelentkeztek. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy fejlesszük a szerb nyelvtudásunkat, mert erre szükségünk van a mindennapokban is, és talán a későbbiekben az egyetemi tanulmányaink során is, de elsősorban azért fontos ez, hogy felszabadultabban tudjuk használni a szerb nyelvet a mindennapokban. Én szeretnék tovább tanulni, és itt Újvidéken, és azt gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a nyelvi nehézségeket megoldjuk, és hát a szerb nyelven menne a továbbtanulás, és az még kicsit nehézkes. A szerb nyelvi felzárkóztató képzések július 13-a és augusztus 7-e között lesznek. Ez idő alatt a diákok napi 4 iskolai órában fejlesztik majd a nyelvtudásukat.